Csupán pár másodpercig tart a mintavétel, aztán minden dolgozó folytathatja a munkát. A Paks kistérségi szociális központ 50 darab gyors tesztet kapott a Tolna megyei kormányhivataltól. Ma Pakson, a Pakson dolgozó munkatársainknál tudunk tesztelni, és hétfőn a kistérség településeire megyünk ki. A Paksi Önkormányzat és a Paksi Közlekedési Kft. Segítségével egy busszal tudjuk végigjárni a településeket. Saját munkatársaink tesztelik a munkatársainkat. Így próbáltuk rugalmasabbá tenni a tesztelések végrehajtását, hogy minél kevésbé befolyásoljuk a munkavégzést. A pedagógusok és a szociális intézmények dolgozóinak tesztelése után elkezdték a szociális alapellátásban, a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók célzott csoportos tesztelését. Olvasható a koronavírus.gov.hu internetes oldalon. A Paks kistérségi szociális központnál január 15-én kezdték el az alapszolgáltatásban dolgozók tesztelését. Mindenki negatív eddig. Hamar megtudható a gyors tesztek eredménye, így mindenki nyugodtan folytathatja a munkát. Borbás László szerint az alapellátásban dolgozók tesztelése kiemelkedően fontos, a rizikócsoportokkal foglalkozó dolgozók és az ellátottak egészsége érdekében. Munkavállalóik a kezdetek óta fokozottan odafigyelnek a járványügyi intézkedések betartására.